from? Sehol. Tényleg védelmúzgó, valamelyik, nem tudom, mit kell lőni, mit kell lőni. Ahogy te persze. Jó, ahogy. Jó, ahogy. És most el fognak érni a szerződések. Gyere, Marci, ennyit ér egy szerződés. A szerződés ennyit ér, tűz martaléka lesz. És ami nagyon fontos, ha így folytatódik, akkor hamarosan ezek a szerződések a bankfiókokba fognak elégni. A bankokkal együtt. Még el se akar égni. Várja, még először. Nagyon kitartóak ezek a bankok, még a szerződésük sem akar elégni. Na már ég! És most már ég! Egy kis benzin neki. Hát legyen ez egy jelkép mocskos csalóknak. Nem lehet az embereket büntetlenül átverni. Ennyit ért a szerződésetek. Mondjuk azt mondás, hogy olajat a tűzre. És az, amit most a kormány csinál, az az, olajat tönt a tűzre. Azzal, hogy bizonyos embereket ki akar menteni, bizonyos embereket nem akar kimenteni. Illetve a bankokat menti. Bűzlik itt valami a József Nádor téren. A bankokat kell menteni, így van, pontosan. A törvényeket kell betartani, mert ha nem tartjuk be a törvényeket, ez fog történni. Nem megmenteni kell minket, hanem igazságot. Igazságot, így van. A bűnösök lakoljanak, az emberek meg lakjanak. Mentőcsomag, mint 45-ben, nem? Megmentik. De nem mentsen senki. De figyelj, a bankokat mentik. Mi nekünk igazságot akarunk. Így van, csak azt mondják, hogy a lakosságot mentjük, és közben a bankokat mentjük. Nem mentünk bankot. Bankot égetni fogunk, ha így folytatják. Azért, nem áll. Még adja valamit, ezek már petíciók. Lehet, hogy a petíciók is ennyit érnek. Így van, ott látszik, hogy a magyar ember magyar zászlóval banki szerződést éget. Győz a magyar zászló, a magyar zászló. Ennyit ér a svájci frank nyilvántartásodnak, mocskos csaló. Az lenne a cél, hogy új tisztességes szerződéseket szeretnénk, ezért égettük el a régit. Ha a jelzálog alapú hitelek az uzsora fogalom körébe tartoznak, akkor ugyanúgy a gépkocsi hitelek is az uzsora fogalom körébe tartoznak. Úgy van! Az uzsora között nincs különbség. És az uzsorásnak börtönbe a helyet! A tartozásunkat elismerjük, de ezt, ami itt van, ezt nem ismerjük el, és nem hagyjuk magunkat, mert tönkretettek már minket. A törvény viszont lehetőséget biztosít arra, hogy az uzsorát nem kell visszafizetni. Így van. És az uzsorásnak kell fizetni. Nem mentesülni akarunk a tartozástól, hanem egyszerűen egy élhető életet akarunk. Rablók! Csalók! Kifosztóink! Nem szeretnék 3 milliós autót 12 évvel. Nyerességvágyból elkövetett bűncselekmény. Akkor viszont egyik a problémák. Azt értjük meg, ha csalás volt, akkor nem fizetünk. Amire 70 milliót kell visszafizetni. Kártérítést kell fizessen a banki. Ez jó, családok mennek tönkre. Ennyi elvált ember. Persze, tönkre megy az életük. Silány minőségű ételeket kell elmondani. Ez egy nemes korok. Ezt meg kell megérni. Mert ez a hangolói működési részére munkamegyésére. Itt megszüntethetni a munkaképesek részére munkamegyésére. Mi lakhatásbiztosítani, ebből alapnak állni, hogy passzolni lehet, hogy benne van a szerzetelen csapmutatók beszélgetésére, és majd a bírásában én is csak követőképesek, hogy 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 a bírásában én is csak követő